Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban a komoly zene világába csöppenünk. Testet, lelket felüdítő atmoszféra koncerttel zárult péntek este a Kodály Művészeti Fesztivál. Magazinunkban megmutatjuk azt is, hogyan kezdi az új tanévet az egyre népszerűbb Kecskeméti Neumann János Egyetem. Már is kezdünk! Ideális időjárási viszonyok között látványos előadás várta a zeneszeretőket péntek este Kecskemét főterén, a Kodály Művészeti Fesztivál záró eseményén. A felhőtlen kikapcsolódást nyújtó programon a hollókői Huba vezette Kecskeméti szimfonikus zenekar játszott a fényefektusokkal gazdagított produkcióban Nagy Nikolett, a Kecskemét City Ballet táncművésze működött közre. Testet, lelket felüdítő atmoszféra koncerttel zárult péntek este a Kodály Művészeti Fesztivál. Kecskemét egyik legrangosabb nyári rendezvénysorozatának utolsó koncertje a főtéren volt. Az este első perceiben Barta Dóra köszöntötte a megjelenteket, a Híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központ ügyvezető igazgatója a záró rendezvényen elmondta, hogy az elmúlt napok bebizonyították, hogy Kecskemét is lehet a világ közepe, ahol napról napra olyan sztárok koncertjeit hallgathatták bámulattal és elismeréssel, akik a világ bármely koncerttermét vagy operaházát meg tudják tölteni. Köszönetet mondott valamennyi fellépőnek, akik Kodály Zoltán szellemiségéhez méltó teljesítményükkel, a közönség iránti feltétlen odaadásukkal bearanyozták a fesztivált. A köszöntő után hollókői Huba irányításával a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar két rendkívül népszerű zeneművet, Weber a Bűvös Vadász című nyitányát és Félix Mendelssohn Bartholdy Szent Ivánéi Álom című szvittjét szólaltatta meg. Azt hiszem a darab választást azt a helyszín indokolta, vagy inspirálta. Mindenképpen egy olyan zenemű, ami mindenkinek ismerős, közönségbarát, gyönyörű zene, és mivel egy meleg nyári éjszakának a történéséről szól a darab, és ezt festi alá a zene, teljesen jól illik egy ilyen parki környezetbe. A fényefektusokkal és Nagy Nikoletta Kecskeméti City Ballet táncművésze által gazdagított produkció maradandó élményt nyújtott minden résztvevőnek. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy különleges vizuális élményt nyújtsunk a közönségnek, mégpedig egy olyan közönségnek, aki nem is biztos, hogy számított rá. Tehát éppen ez benne a nagyszerű dolog, hogy ilyen módon is próbálunk közeledni az emberekhez, a kecskeméti publikumhoz, a járókelőkhöz, és becsábítani őket a komoly zenének a világába, a szimfonikus zenekar csodálatos hangzását megmutatni olyan embereknek, akik nem feltétlenül jönnének be egy koncertterembe, mert talán azt se tudják, hogy éppen van ilyen. A kellemes időben a népszerű dallamok az arra sétálókat is megállították, közülük többen a nézőkhöz csatlakoztak. A közismert zeneművekben a környező éttermek, kávézók teraszain hűsölők is gyönyörködhettek, mert a profi hangosításnak köszönhetően a főtér távolabbi pontjain is tökéletesen lehetett élvezni a szabadtéri produkciót. Az idei Kodály Fesztivál ideje alatt rengeteg világszinten elismert művész érkezett Kecskemétre. A 12 napos fesztivál méltó lezárása volt a péntek esti koncert. Nincsen verseny, nincsen megfelelési kényszer, nem licitálnak ezek a koncertek egymásra. Mindenki a saját műfajában és a saját egyéniségének megfelelően különleges produkciókat nyújtott a fesztivál alatt. Több koncertet magam is meghallgattam, és mindegyik a maga nemében gyönyörű volt. Például a Nemzeti Ifjúsági Kórus ternapi hangversenye, vagy a trombita koncert a Barátok templomában. És annyiban mindenképpen különleges ez a koncert. A helyszínválasztás, a műsorválasztás, és amiatt, hogy a Kecskeméti Balettel is együtt tudunk dolgozni, hogy ez egy, úgy érzem, méltó befejezése ennek a fesztiválnak.
A közönség nagy tetszéssel fogadta az előadást, a nézők vastapsára válaszolva a zárómű utolsó tétele is felcsendült. A mindenki által kedvelt nászinduló hangjaival ért véget az idei Kodály Művészeti Fesztivál. Közel 1000 hallgatójával kezdi a jövő tanévet a Kecskeméti Neumann János Egyetem. A felsőoktatási intézmény sikerével és jövőjével kapcsolatosan dr. Fülöp Tamás rektor azt mondta, mindig is a gyakorlat orientált képzések voltak azok, amelyek vonzóbbá tették ezt az egyetemet. Az első helyes jelentkezések alapján 996 hallgatóval kezdi a jövő tanévet a Kecskeméti Neumann János Egyetem. Míg országosan csökkent, nálunk 18%-kal nőtt a jelentkezők száma. Ez az eredmény a felsőoktatási intézmény mindhárom karára egyformán igaz, amely több tényezőnek köszönhető. A GAMP műszaki kar esetében egy nagyon komoly képzésfejlesztés előzte meg ezt az időszakot. Új szakirányú képzések indultak el, gondolhatunk itt a fegyvertervezőmérnökre, vagy gondolhatunk az elektromos járműmérnökre. Ezek új szakirányok, új specializációk egyre vonzóbbá tették a meglévő képzéseinket. És vannak más egyetemekkel közösen indított képzéseink, ugye ilyen a Semmelweis Egyetemmel elindított digitális fogászati tervező, ami valóban egy nagyon népszerűnek bizonyuló képzés az elmúlt időszakhoz képest. És mind a, említettem, hogy valamennyi karunk, így a kertészeti és vidékfejlesztési kar is, és a gazdaságtudományi kar is nagyon szépen szerepelt. A kertészeti kar esetében az alapképzések voltak egyre népszerűbbek. Itt egy nagyon huszáros kampánnyal sikerült a hallgatói létszámot növelni, és a gazdaságtudományi karunk esetében pedig egy új képzési helyszínnel, egy budapesti képzési helyszínnel bővült a képzési paletta, de az alapképzési szakok is hozták azt az elvárt teljesítményt, ami úgy gondolom, hogy nagyon komolyan hozzájárult a hallgatói létszám bővüléséhez. Ugye ez a karunk egy felfutóban lévő kar, és ez egészült ki az MNB Tudásközponttal és a Nemzetközi Gazdálkodás Mesterképzési Szakkal, ahol 50 hallgatóval, mesterképzési szakos hallgatóval tudjuk elindítani a tanévet 2022. szeptemberében. A GTK esetében 50% feletti, a GAMF műszaki kar vonatkozásában 6-7%-os növekedésről lehet beszámolni, valamint a kertészeti és vidékfejlesztési kar is meg tudta tartani a hallgató létszámot, sőt egy 2%-nyi növekedést is mutatnak az adatok. Azt látjuk, hogy a képzések folyamatosan népszerűek és egyre népszerűbbek. Nagyon sok munka van emögött természetesen. Említettem itt a képzésfejlesztéseket, de ne feledkezzünk el arról is, hogy egy teljesen új típusú marketing kommunikációs kampánnyal indultunk el, egy teljesen új arculattal. A fenntartói támogatásnak köszönhetően új ösztöndíj programok indultak el, amely a képzés költségeit csökkenti a hallgatók és a családok számára. Tehát azt gondolom, hogy ez mind-mind olyan pozitív hívószó volt, ami a Kecskeméti Neumann János Egyetem népszerűségét, vonzerejét növelte a korábbiakhoz képest. Az idei felvételi kampányban is egy nagyon fontos tényező volt, hogy a szakképzési centrumokkal egyre szorosabb együttműködési megállapodást tudtunk kialakítani. Ennek hátterében természetesen az átalakuló szakképzési rendszernek a továbbvitele és nyilván az ott megszerzett tudás egyetemi környezetben való beszámíthatósága is egy fontos szempont volt. Régre nyúlik vissza a Kecskeméti Szakképzési Centrummal az egyetem együttműködése. Ez sikerült most az idei évben egy olyan partnerhálózat szélesíteni, amelyben az észak-kelet-magyarországi régió és természetesen a dél-kelet-magyarországi régió is egyre hangsúlyosabb szerepet kapott. A fő üzenetünk pedig az volt ebben a felvételi kampányban, és főleg a szakképzési centrumok esetében, hogy mi a képzés idejére szeretnénk a fiatalokat, a diákokat ide Kecskemétre vonzani, és az itt megszerzett tudással pedig a duális partnerek segítségével az adott régióban, akár szülőföldjükön is tudjanak majd boldogulni az itt szerzett diploma révén. A Mercedes-Benz július 21-én jelentette be, hogy egy 400 milliárdos beruházást hoz Kecskemétre, ennek megfelelően pedig még nagyobb lesz a felelőssége a Neumann János Egyetemnek. A felsőoktatási intézménynek mindig is a gyakorlatorientált képzéseik voltak azok, amelyek vonzóbbá tették ezt az egyetemet. Ennek a bázisa pedig a vállalati együttműködés, mondta Fülöp Tamás.
a munkaerőpiac szereplőivel egy nagyon kiterjedt kapcsolatrendszert alakítottunk ki, közel 100 olyan vállalattal van, vagy duális, vagy egyéb kutatásfejlesztési partnerségünk, amely az itt szerzett diplomának az értékét jelentős mértékben megnöveli. Itt nemzetközi nagyvállalatoktól kezdve kis és közepes vállalkozások is vannak, valamennyi kar esetében, valamennyi képzés esetében egy nagyon széles bázisra épülhet rá a képzésünk, és úgy gondolom, hogy ez a következő időszakban egy nagyon fontos és felelősségteljes munka lesz a részünkről, hogy a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően tudjuk majd a képzéseinket továbbfejleszteni, és az itt szerzett diplomával, az itt megszerzett kompetenciákkal a hallgatóink gyorsan el tudjanak helyezkedni, és be tudjanak illeszkedni a vállalati környezetbe. Ez nagyon sok munkát jelent számunkra is, de úgy gondolom, hogy készek vagyunk erre, felkészült az egyetem arra, hogy ezeket a elvárásokat tudja teljesíteni. A Neumann János Egyetem tehát egyre előrébb lép a hazai felsőoktatási intézmények ranglistáján, ez pedig okot adhat arra, hogy nemzetközi szinten is megerősítse az egyetem a jelenlétét. Az idei évben is már 11 néhány külföldi hallgatóval kezdjük meg a tanévet. Itt most elsősorban stipendium hungarikumos hallgatók, illetve más partnerektől érkező hallgatók lesznek azok Erasmus képzésben résztvevők, akik a nemzetközi programjainkba bekapcsolódnak. És egy nagyon komoly fejlesztés indult el a nemzetköziesítés irányába. Itt elsősorban az angol nyelvű képzésekkel szeretnénk majd a külföldi hallgatók számát jelentős mértékben növelni a következő időszakban. Ez egy stratégiai célkitűzés az egyetem részéről, az ehhez kapcsolódó szervezetfejlesztési, illetve felkészülési tevékenységet pedig már meg is kezdte az intézmény. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors! Több száz édesanya is csemetéje érkezett ma délelőtt Homokbánya Bringa parkjába a szoptatás világnapján. A rendezvény célja az édesanyák köszöntésén túl az, hogy segítséget nyújtson az anyateljes táplálással kapcsolatban. 400 milliárd forintos beruházást hajt végre a Mercedes Kecskeméten, ennek köszönhetően új gyártósorokkal bővül az üzem. 2024-től tisztán elektromos meghajtású modelleket gyártanak majd. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július 21-én elmondta, a kormány 14 milliárd forinttal támogatja a beruházást. Július 28-án csütörtökön tartotta közgyűlését Kecskemét önkormányzata, ahol többek között a város nagyléptékű fejlesztési tervéről, a gyermekétkeztetés díjáról is döntöttek a képviselők, Jánosi István új önkormányzati képviselő eskütételére is sor került. 4 hónapig a magyar katonák látják el a balti államok légtérvédelmét. Szombaton tért haza a balti légtérvédelmi misszió átadásáról Szalai Bobrovinszki Kristóf, honvédelmi miniszter és Ruszin Szendi Romulus vezérkari főnök a kecskeméti repülőbázisra. A honvédelmi miniszter sajtótájékoztatóján kijelentette, fontos a haderő fejlesztése. Óriási siker volt a Kodály Művészeti Fesztivál, 12 napon át nívós komoly zenei koncertek, világszinten ismert és elismert művészek és kiállítások központja volt Kecskemét. A július 18-án megnyílt és 29-én zárult programsorozat több ezer komoly zeneszeretőt vonzott a híres városba. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!